Halott emberekkel találkoztál-e mostanában? Azokkal találkozom nap, mint nap. Igen. Más sincsen, csak halott ember. Sajnos. Kívánom, hogy én ne legyek halott ezek után, hogy ennyi, tényleg ennyi halottat látok. Többet, mint a hullaházban. Hát főleg most, hogy elmúlt a veszély, ugye? Elmúlt a nagy korlátozás, meg a nagy veszélyhelyzet, meg a nagy krízis. Ugye most már mindjárt visszament minden a langyiba. Szépen. Igen. Ez van sajnos. Ez. Igen, tehát igazából az van, hogy nagyon jó volt egyébként ez a Szabó Lőrinc, amit elküldtél nekem. És az igazság, nem tudtam is vele rezonálni, mert tényleg az igazság az, hogy nekem is hasonló gondolatok kovágnak a fejemben az elmúlt időkben. Hát valóban ki lehet mondani azt, hogy egyszerűen nincs olyan már a világon, ami, tehát nincs olyan dolog, amely szép lenne és jó lenne, és magasztos lenne, és gyermeki lenne, és ártatlan lenne, amit ez a világ ne szennyezett volna valamilyen szinten be, vagy ne erőszakolt volna meg valamilyen értelemben. Tehát egyszerűen mindent, amire azt mondaná az ember, hogy te ez annyira szép, és gyermeki, és ártatlan, és minden, az megerőszakolja ez a világ. És az, aki megmarad ezekben az értékekben, az, aki bizniszt szeretne, ugye abból lesz a Balek. Tehát a Balek az azért Balek, mert nem lehet más. Én már oda is eljutottam igazából, hogy a Balek az azért Balek, mert nem biztos, hogy más akar lenni, érted? Tehát azért nem akar más lenni, mert ahhoz, hogy más legyen, ahhoz, hogy megtalálja, ugye fölelje a túléléséhez szükséges lelki csomagot, vagy hát lelketlen csomagot inkább, ahhoz az kéne, hogy ő is robottá váljon, ő is érzéktelenné váljon, ő is izébe váljon, terminátorra. Tehát tulajdonképpen ezek azok a gondolatok, amik így mostanában környékeztek engem is nagyon-nagyon sokat. És hát, amit még a gyerekekről mondott a végén, az is említésre méltó. Nekem egyébként most éppen, most a felvétel kedvéért nem mondom el, hogy kitől hallottam ezt a történetet, meg semmi olyan sztorit, de hallottam egy történetet például egy kedves ismerőstől, amiben, tehát a lényeg az volt a történetnek, hogy ismerősnek volt egy fiacskája, kicsi fiú, 4-5 éves, és az egyik barátja ennek a fiúnak nem hívta őt meg a születésnapi partiára, mert a szülei olyanok voltak, hogy nem valamiért nem akarták őt meghívni, így ok nélkül, tehát igazából ok nélkül kellett a gyereknek úgymond ezt elviselni, ezt a fájdalmat, és hát nagyon fájt neki. És akkor a szülei azt mondták, talán az apukája, vagy mindegy, valaki annak a gyerkőznek, aki ugye serben lett hagyva, nem hívták ugye meg a szülinapi bulira, hogy nem baj, ne aggódj, fiam, majd a következő alkalommal, majd ha neked lesz születésnapod, akkor majd te se hívod meg őt. És akkor ezt mondták a gyereknek, a 4-5 éves gyermeknek. És képzeld el, a gyermek azt mondta, hogy nem, én meghívom, mert én megbocsátottam neki. És az anyukája, ha jól tudom, az anyukája megkérdezte tőle, hogy és hányszor akarsz megbocsátani neki? Mert ugye elvileg már ugye többször is bántotta, vagy valami ilyesmi. És azt mondta a gyermek, hogy 99-szer is. Érted? És ezt úgy, hogy a gyerek az nem, érted, nem hallott Bibliáról, meg Jézuskáról, meg egyebekről, hanem ez így konkrétan így. Érted? És na, ezek hát után... Hát igen, tényleg... de ezt nem szabad figyelni, kívül adjuk, hogy az ő angyalaik állandóan látják a mi mennyeltjának az arcát. Tehát ő hallott, mert ő benne volt főleg az elején. Így van, pontosan. Tehát, hogy pontosan. És ez egy nagyon jó, még egy olyan dolgot is fölvet, ami itt ebből fakad, hogy kiből lesz a Balek tulajdonképpen. Tehát igazából én azt láttam meg az életben leginkább, hogy abból lesz a Balek, úgymond, aki szeretne megmaradni a gyermeki értékrendben, a gyermeki ártatlanságban is, de emellett ugyanakkor vágyik is arra, hogy ő a világban legyen valaki, meg sikeres, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Tehát rájöttem arra, hogy az egyetlen útja, módja, úgymond annak, hogy az ember tényleg megmaradjon a jóban, az, hogyha nem ragaszkodik ő semmihez ebben a világban, semmiféle sikerhez, sőt, elkönyveli és boldogan elviseli azt, hogy ez a világ
ez azt, ami az élettől való, ami nem a halálból való, az kiköpi magából egyszerűen, kiköpi. És pontosan ez... hogy mennyire fontos az, hogy az ember rájöjjön. Mert ez meg, amit most mondasz, ez meg volt írva, meg van írva, de mégsem a miénk mindaddig, amíg mi rá nem ébredünk, amíg mi személyesen nem kapjuk az Isten kezéből a megértést, a felismerést. Mert Jézus ezt elmondta, több formában elmondta, de mindaddig, amíg személyesen nem kapjuk a kijelentést, addig nem a miénk. Na így van, pontosan, így van. Hát ez is a lényeg, így van. Tehát amikor már tényleg saját szavakkal jön az embernek, és meglátja, megérti, akkor válik ez valósággá. Amíg ott le van írva a könyvbe, az szép és jó, de az nem sokat ér úgy abban a szempontból. Hát úgy ér sokat, mint visszaigazolás, mint bizonyíték, mint bizonyság. Ha az ember ennek ilyen gondolatok az embernek, akkor ne érezze hülyén magát, és ne gondolja azt, hogy ő van bekattalva. Tehát így ad bizonyosság és visszaigazolást a Biblia számára. Tényleg, így van. Így van. Igen, az az érzése az embernek, amikor jön, hogy hát tényleg én vagyok a hülye. Tehát, hogy valahogy ez így normálisnak kéne, hogy legyen, ahogy van, de mégse az, és akkor beteg vagyok, vagy hülye vagyok, vagy el kell menni az a doktor bácsihoz, vagy mi van, és akkor az ember meglátja, hogy nem, mert ezt már nem én fedeztem föl igazából, hanem ez megvolt, ez az igazság. Tényleg ezt látom, ezért fontos, úgy mond a Biblia, ahogy mondod, igen. Ma beszélgettem egy kedves hölgyel erről, hogy az igazság az olyan, hogy tehát Isten nem bujócskázik velünk, ugye mindenható, ő mindig is benne volt az éterbe, benne van az éterbe, körülvesz minket állandóan. Tehát, hogy igazából az igazság az olyan, hogy még akár az evangélium, a Biblia nélkül is rá kellett volna ébredjünk, sőt, vannak is olyan személyek, akik nem ismerik az írást, de viszont benne mozognak az igazságban, és számukra teljesen természetszerű az, amit az írásból megtanulunk, vagy próbálunk megtanulni. Persze nem lehet megtanulni az írásból, mert mint ahogy az előbb is mondtuk, hogyha az ember nem kapja meg személyesen a kijelentést, akkor nem az övé. Tehát hiába, hogy elolvasta 5-10-szer, de amíg ő azt nem kapta meg, és nem élte meg, addig nem az övé. Igen. És arra, hogy megkapjam, megéljem, arra egyszerűen elengedhetetlen az, hogy elinduljak valamilyen úton, és behelyezzem magamat Isten kezébe. Még akkor is, hogyha a legelső irány nem jó. Az elindulás annyira létfontosságú, még akkor is, hogyha az ember nem jó irányba indul, de amíg meg nem mozdulunk, addig Isten nem tud minket megmozdítani, irányítani. Ez az érdekes az egészben. Igen. És aki attól fél, hogy jaj, nem akar megindulni, mert vajon hova fog érkezni, ugye, vagy téves az irány, azt az Úristen sem tudja mozgatni, irányítani, mert nem mozdult meg. Figyelj meg az autóban is, hogyha megtasztjuk az autót, tehát ugye főképp olyankor a motor nincsen bekapcsolva, szervó nélkül a kormány nagyon nehezen mozdul. Így van-e? De hogyha a kerekek már mozgásban vannak, akkor a kormányt mennyivel könnyebb fordítani? Ja. Vagy mint a hajónál, hogy te hiába mozgatod a lapátot, de nem fog menni, amíg nem mozdul meg a hajó. Nem megy előre vagy hátra. Tényleg. Igen, és ezt látom én is, igen, hogy annyira létfontosság, hogy egyszerűen meg kell valahol látni, hogy egyszerűen nem lehetséges az a... Tehát annak, akit már az igazság hívogat, egyszerűen föl kell ismerni azt, hogy már nem lehetséges számára egyszerűen az a fajta kényelmes életmód, amit a világ így beképzel magának, hogy ez lehetséges. Tehát már nem lehetséges. Annak, akit az igazság elkezd valamilyen szinten hívogatni. Tehát ezért hazugság az, hogy én is ezt sokszor még most is megkönnyek ez a gondolat, hogy jaj, de jó lenne tényleg egy, nem is, hogy jaj, de jó lenne, hanem tényleg, hogy úgy az életrendje az lenne, mert mindenki azt csinálja, ugye, hogy az az életrendje, hogy az ember, mit tudom én, otthon valamit csinálgat, vagy akár munkahelye van, vagy karrierje, vagy valami. Esetemben azt szokott engem kísérteni, hogy most tényleg, hogy egy ilyen kis békés élet, úgymond, valami erdei, valami, és akkor otthon legyek, és kis feleségem legyen, meg kis kutyám, meg mindenem. De az igazság az, hogy tényleg így folyamatosan, így, ilyenkor, amikor erre gondolok, kapok egy akkora pofont, érted az élettől, hogy jó, hogy nem, tényleg jó, hogy nem hátraszaltó dobok tőle, hogy egyszerűen megérteti velem az Úristen, nem lehet. Tehát érted, hogy egyszerűen nem. Tehát aki megízlelte már valamilyen szinten azt, hogy milyen a
az ő vezetése, az ő gondviselése, az, hogy az ő munkáját, érted, azt csinálom az egyetlen a dolgot, aminek értelme van. És ezek után visszamegyek, inkább vissza akar menni az ember oda, hogy elhiszi azt, hogy ami itt van, annak tényleg van értelme, és azon kívül persze, hogy a lelket formája. Tehát, hogy az ember beleképzeli, hogy ennek több értelme van, ami itt van, és ebben próbál megélni, akkor egyszerűen nem lehet. Tehát nem lehet. Én is próbálom elképzelni, hogy most milyen lenne, mit tudom, hogy földművelni, vagy valami, de az igazság az, hogy folyamatosan jön a pofon, hogy nem. Neked igazsággal kell foglalkoznod, és semmi mással. Tehát tényleg egy... És amikor benne vagyok, akkor viszont érzem azt, hogy na, te tényleg ennek van értelme. Tényleg. Ez a folyamatos jelent. Igen. Bocs. Emlékszel, beszéltünk még erről, hogy az is egy kísértés, az is egy úgymond téves út. Gyakorlatilag, amikor az ember azt gondolja, hogy vissza kell menni az őseinkhez. És ilyenkor az ember elfelejti azt, hogy hát igen, de az ősök is egy elbukott világban éltek. Tehát én amikor vissza akarok menni az őseimhez, vissza, mit tudom én, tegyük fel, tehenet fejni, holott egész életemben nem fejtem tehenet, akkor én vissza akarok menni a hazugságnak az 1.0-ás verziójához. Érted? Így van. Amiből ez kifejlődött, ami most van. Pontosan. Igen, tehát nem lehet. Tehát ha valaki tényleg azt hiszi, az igaz, hogy ők közelebb voltak, ők nem voltak annyira, tehát nem azt mondom, hogy közelebb voltak az igazsághoz, hanem inkább azt mondanám, hogy ők nem voltak annyira eltávolodva az igazságtól. De ők is már el voltak távolodva. Tehát igaz, hogy közelebb voltak az igazsághoz, de nem voltak igazságban. És ez az érdekes, hogy engem is pontosan ez a gondolat környékezett a minap. Mert úgy fogalmaztam meg, hogy ezüst szabály. Ugye, mert tudjuk, hogy mi az aranyszabály. Az aranyszabály az, hogy azt cselekedd embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Akkor ez úgy jött nekem, hogy ez is szabály, ugye az, hogy aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, ezen a világon, örök életre tartja meg azt. Tehát itt tényleg annyira drasztikus az evangélium ilyen szempontból, hogy ez nyilván ez világi gondolkodás, ez felfoghatatlan, hogy mi az, hogy gyűlölöm az életemet ezen a világon. Ezt nem lehet megérteni Isten nélkül szerintem. Ez az, amit nem lehet. De próbálunk azért így Istennel így sakkozni, meg Istennel így alkudozni egészen pontosan. Hát de Isten mégiscsak nem lehetne ezt így csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. És azt mondja Isten, hogy nem, értsd már meg, hogy a tökéletességet kínálom számodra. Mikor fogod már fel? Így van. Mikor fogod már fel, hogy ez tényleg egy... Ez a lélek formálása ért van, ami itt van, minden. Semmi értelme nincsen. Nem is arra lett teremtve, hogy értelme legyen. Ez jött nekem ez a gondolat ezzel kapcsolatban, hogy egyszerűen tényleg keressük az értelmet abban, ami itt van. És nem értjük meg, hogy azért nincs benne értelem, mert úgy lett megteremtve, hogy ne legyen benne értelem. Tehát szó szerint nem azért nincs benne értelem, mert nem találtuk meg a földiekben, úgy értem, hanem azért nincs benne értelem, mert nem azért lett teremtve, hogy értelem legyen benne. Tehát ahogy Salamon mondta, hiába valóság az egész. Tehát a nap föl kell, aztán lenyugszik, és így megy körbe-körbe, megint föl kell, és megint lenyugszik. És minden ilyen körkörös, ciklikus ismétlődéseken alapszik. És az egésznek valójában semmi értelme. Rengeteg a gonoszság a földön, rengeteg a kegyetlenség, egyszerűen végeláthatatlan. Mindent, ami szép, ami jó, ami ártatlan, ami kedves, ami Istentől való, az a világ brutálisan megerőszakol, kiforgat, és kegyetlenül átgázol rajta, keresztülgázol rajta, és fölött semmi értelme. Tehát ekkor kezdi meg, amikor ezt így meglátja az ember, na akkor kezdi el az környékezni az a gondolat, hogy na ilyen, akkor tényleg minek van értelme, és az egyetlen dolog, aminek értelme, az az odafőn való törődés, az ember lelkével való törődés. És amikor az ember ezt megérti, és elindul, és fölfedezi az igazságot, és ezt továbbadja másoknak, akinek tudja, akkor érzi, hogy na, itt már egy teljesen más valóságot szolgálok én, mint ez az értelmetlenség, amit itt látok magam körül. Igen, hogy lehet valaki félreérteni, talán azt lehetne hozzáfűzni ehhez, hogy tehát nem, konkrétan nem úgy volt teremtve, hogy legyen értelme, igenis volt értelme, tehát én hiszem azt, hogy maga a projekt, az elképzelés az tökéletes volt, és annak van értelme. De viszont
tehát megtalálni az értelmet az értelmetlenségben, az maga a katasztrófa szerintem. Tehát már pedig mi ezt csináljuk, ugye, hogy értelmet próbálunk adni, értelmet keresni abban, amiben nincs értelem, amiből elfogyott az értelem teljes mértékben. És ez a hiába valóság, hogy ugye, amikor az ember keres az értelmet és nem találja, akkor ő csalódott. Így van. Csalódott. De hogy igazából nem tudja ezt még az elején az ember, hogyha akkor volna óriási baj, vagy ha megtalálta volna az értelmet, megtalálna az értelmet benne. Abban, amiben nincs értelem. Igen. Hát igen, tehát gyakorlatilag ez olyan, mint hogyha egy számítógépes szimulációban, egy ilyen training programban, úgymond, mintha az ember egy ilyen számítógépes virtuális valóságban próbálná ő megtalálni az élete értelmét, talán ehhez lehet hasonlítani. Tehát egy olyan szinten rossz úton vagyunk, el vagyunk veszve, hogyha mi ezt próbáljuk megcsinálni, mert nem lehet. Mert az a training program, vagy az a akár micsoda szimuláció, az nem arra lett megteremtve, hogy ott te ott lekempingelsz. mint az ilyen internetes játékokban, ezekben a RPG-kben, játékokban szokták mondani, vannak, akik lekempingeznek, ugye ott megállnak, és lekempingeznek, és akkor onnan lődöznek mindenfele, és lődöznek le mindenkit, és csalnak a játékban, ugye. Hát ilyen csalás az is, amikor az ember itt megpróbál itt lekempingezni ezen a itt, ahol vagyunk, és ebben a fajta fizikai világban megtalálni, megkeresni az örök értelmet. Mert az örök értelem az nincs meg ebben a világban. Az örök értelem az abban van meg, hogy a léleknek az örökével, a dolgaival foglalkozunk. Hogy is lehetne meg az örök értelem egy olyan világban, amiben semmi nem örök? Tehát minden arra lett, tehát minden úgy lett megtervezve, hogy folyamatosan újjá teremtődjön és elmúljon tulajdonképpen. Ciklikusan. Nagyon kemény, amit mondasz, az, amit te campingnek hívsz, azt én parkolásnak neveztem réget. Van is egy olyan videó, hogy 666 parkoló. És tényleg milyen érdekes, hogy azt csináljuk, hogy parkolunk, azaz pihenünk, kempingezünk, és ez nem megy. Tehát nem lejük örömünket a kempingezésben, a parkolásban. És keressük a felelősöket, a hibásokat, hogy ki a felelős azért, hogy én nem lelem örömömet a parkolásban, a kempingezésben. És a lesokkoló válasz az, hogy Isten a felelős. Mert engemet nem arra teremtett, hogy kempingezzek, parkoljak, hanem hogy legyek úton, és lejjem örömömet az útnak a felfedezésében, az úton levésnek. Tehát figyelmek, úgy mennyire érdekes most. Nagyon-nagyon kemény. Tehát itt vagyunk a beton tömbökben, az önként vállalt rabságban, a celláinkban, és keressük, hogy ki a felelős, ez a mocsok polgármester, megint elrontotta. De még Orbán Viktor is, nem beszélve Soros Györgyről, mindenki elrontotta, mert nem tudunk mi nyugodtan kempingezni, parkolni. És nem fordul meg a fejünkben az opció, hogy Istennek volt kedves, hogy mi úton legyünk, és az útnak a felfedezésében lejjük az örömünket, és nem a parkolásban. Tehát Isten nem akarta, hogy mi beteljünk a parkolás örömébe, hanem az úton levés, az igazság útjának az örömével teljünk be. Így van, így van. Így van, és ezért is van egyébként az, hogy én megfigyeltem egyébként különféle embercsoportokat, és köztük ugye azokat az embereket is, hát lévén ugye én is valamelyest ebben benne vagyok, tehát megfigyeltem azokat az embereket is, akik folyamatosan utaznak, mint amin lakókocsikban laknak, stb. És az igazság az, hogy ők ezt alapjáraton, mintha sokkal jobban megértenék. Tehát alapjáraton az élet stílusokból kifolyólag egyszerűen hajlamosabbak arra, hogy ezt a fajta igazságot, ami most is elhangzott, ezt megértsék valamilyen szinten. Jobban megértsék. Tehát azt, hogy valóban egy úton vagyunk. Az életünknek az értelme az maga az út. Tehát maga az út, amit megteszünk, az, hogy elindulunk, és felfedezzük azt, ami örökké való, ami örökös, és megálljuk ugye azokat a próbákat, amelyek ki vannak szabva az erőnk mértéke szerint. Tehát tényleg ezt el lehet mondani, hogy ez így van,
ez így van. És ez a karantén történet is abból a szempontból jó volt, hogy az eddigi kempingezést, az eddigi parkolást, ami eddig opcionális volt, azt kötelezte, kötelezővé tette, és talán azért volt ez nagyon jó, talán nem is biztos, hogy ugye a többség szempontjából, biztos, hogy mindenkinek jó volt ez, nem véletlen lett ez megengedve odafönt. De lehet, hogy pont miattam kellett ez, és pont miattunk, azok miatt, akik ugye ezt valami ilyesmit már látják. Hiszen ugye azáltal, hogy a kempingezés már nem csak opcionális, hanem kötelező, ezáltal az emberrel tudatosíthatja annak az állapotnak a valódi esélytelenségét, a valódi bezártságát, amelyben amúgy is benne vagyunk. Tehát nekem ezért volt egy nagyon nagy lecke tulajdonképpen ez a karantén történet többek között. Érdekes, amit mondasz, érdekes megközelítés. Tehát igen, tehát korábban nem akartunk kimenni a házból, mert megszoktuk azt a kényelmet. De amikor már kötelező volt a kemping, akkor már nem esett jól senkinek. Van, tehát egyszerűen tényleg az történik, hogy néha, tehát ugye az van, hogy mondjuk tegyük fel mindenki pénzt. De ha valakit beleraknának egy olyan pénzes bödömbe, ami gyakorlatilag 1,90 vagy 2 méter magas egy ember magasságú, vagy még annál is magasabb, és teleraknák ezt pénzzel, és oda élve eltemetnék az embert a pénzbe, akkor ő rájönne arra, hogy ő amit imádott, az valójában gyakorlatilag őt megöli. Csak ehhez, hogy ezt erre rájöjjön az emberhez, kellett ennek egy nagyon durva illusztrációja, úgymond. Ugyanúgy, tehát hogyha valaki, régen voltak is ilyen dolgok egyébként régebben, talán ilyen fajta büntetések, hogy tehát valaki nagyon szeretett mit tudom én mit csinálni, kolbászt lopni, akkor annyi kolbászt toltak le a torkán, amíg gyakorlatilag majdnem ki nem bukkatta bele, hogy egyszer rájöjjön arra, hogy tehát ha ezt akarta, akkor ezt fogja megkapni, de ennek látnia kell, hogy mennyire hiába való valójában. Tehát tényleg ez történt itt a karantén kapcsán is velünk, hogy tulajdonképpen hogy azt, amit mi azt gondoltuk, hogy szeretünk, meg azt gondoltuk, hogy fontos számunkra, ugye az az állapot, az az álkomfort, az hát az tényleg kötelezővé vált. Tehát, hogy mondja Puzsér, hogy a pizza rendelés, meg a számítógépes játék, meg az összes többi, az otthon maradással együtt, az kötelezővé vált tulajdonképpen. Úgyhogy ez nem csak kötelezővé vált, hanem hősítette a lúzereket. Hősítette. Isten bocsásolat, nem akarok szellemézni, de tényleg nagyon jó pofán fogalmazta, hogy az, aki a társadalomnak a selejtje volt az általa választott életstílus, életvitel által, ők lettek a hősök, a társadalomnak a megmentői, az öreg embereknek, a 65 év felettieknek a megmentői. Igen, ami többek között azt is illusztrálja, hogy valójában nincsen nagyon hős sem, és nincsen nagyon szerencsétlen sem, lúzer sem, tehát éppen az attól függ, hogy ki micsoda, hogy éppen a társadalom mit akar azzá tenni az érdekei szerint. Tehát, hogy tulajdonképpen mi az, ami éppen a társadalom kontrollálásának a tökéletes érdekeit szolgálja, ugye azt a képet fogjuk tovább örökíteni. Tehát azok lesznek a hősök, és azok lesznek a lúzerek. Tehát ez tényleg így néz ki, ami megint csak arra mutat rá nagyon, nagyon szépen egyébként, hogy még ez is egy hülyeség. Tehát még ez is egy hülyeség, hogy az ember, ha ebbe is hisz akár, hogy most én hős vagyok, vagy lúzer vagyok, vagy ez vagyok, vagy az vagyok, vagy amaz vagyok, mert még ennek sincsen semmi értelme. Tehát az egyetlen egy dolog, aminek tényleg értelme van, az igazságnak a fölkeresése, és megértése, és megélése. És ennek a továbbadása, ennyire egyszerű. Tényleg ez erre volt egy tökéletes lesz az egész karantén dolog. Én is, amikor ráeszméltem arra, hogy nekem valódi örömöm abban van, amikor az igazságot bármilyen formában megjeleníthetem, akkor már úgy kezdtem fohászkodni, hogy Istenem, hadd ne legyen nekem örömöm. Ne legyen nekem olyan örömöm, ami ejteti velem azt, hogy jó nekem a hiába valóság. Tehát inkább ne legyen nekem örömöm, mint sem, hogy a hazugságnak örüljek. Legyen így. Ez legyen így, tényleg azt mondom. De én tényleg már alig várom, hogy Levikéből is elinduljunk, mert egyszerűen annyira érzem azt, hogy fú, tényleg, és ezt az imát így elmondja az ember.
De sokszor az is meg is történhet, hogy amikor elmondja az ember, aközött, hogy elmondja, és aközött, hogy valóra válik, pontosabban azután, hogy valóra válik, az ember kicsit néha tanástalanul néz, hogy most akkor mi van. De a valóság az az, hogy hát ezt kérte. Ez a válasz rá. És tényleg az van, hogy ezt kértük, de jó, hogy ezt kértük, és jó, hogy ezt kérjük, mert tényleg valóban legyen ez. És értsük is, hogy miért van ez. Tehát ez a jó, ezért fontos ezt meglátni. Talán ezért is jó, hogy most így beszélgetünk is erről, hogy aki még esetleg ezt nem látja, hogy miért van az, hogy ez ebben az életmódban nem tud boldog lenni, ebben a lehorgonyzott életmódban, ebben a statikus életmódban. Az azért van, mert nem erre lett megtervezve, nem erre lett kitalálva sem testileg, sem pedig lelkileg az ember. Tehát ezért egy nagyon jó megértés az, hogyha az ember tényleg ezt átéri, és meglátja, úgymond. És ezt kívánom, ezt tudom csak kívánni. Magamnak is, meg mindannyiunknak. Tehát tényleg te alig várom most is, hogy elinduljunk nem sokára, hogyha levéknek lejár ez a karantén dolog. De hát mondjuk, igen, mondjuk még ez a karantén is. Igen, készítettem egy felvételt erről, hogy az álbi, vagy hogy mondjam, a szent békétlenség. Hogy igenis jó, hogyha az embernek van békétlensége, akkor, amikor egy ilyen álnyugalomban van, vagy egy ilyen áljólétben van. Tehát, hogy az ember kéne örüljön meg, hogy békétlenség van benne, mert az mennyire fantasztikus iránytű számára. Jelzi az, hogy hello, már régóta parkolsz, még meddig akarsz parkolni? Így van. Nem tudom, te emlékszel erre a részre ebből a filmből, az a cigánytábor az égbe megy. Az az egyperces rész, nézd csak meg, mit mond a cigány. Így van. Tudom, hogyha emlékszel. El fog indulni. Azt mondok meg belőle igazából az... Éj, csudra! Az egyetlen. Miért jöttél el a táborból? Már a cigányok sem azok. Nem azok. Annyi eladják a lovukat! Nem még a lelküket is! Mondd meg nekem. Ki tud többet, a bolond vagy a bölcs? A bolond. A bölcs mindenben kételkedik. Akkor jó lehet bolondnak lenni. A nagy bölcsesség... Sok bánat. Mit mondanál útra való, ha többé nem találkoznak? Megmádd a pénzt, mert megcsal. Megmádd a nőt, mert megcsal. A legrészegítőbb ital a szabadság. Egy helyben ne vesztegelj sokáig. Ahogy a nap szalad, te is szaladj az életem való töprengés elől, hogy meg ne utáld az életet. Ne riasszon a halál, mert úgysem kerülheted el. Hey, csudra! No. Ez annyira odavág, főleg a vége ennek az egész kis monológnak, hogy ne riasszon a halál, mert úgysem kerülheted el. A lekempingezésünknek egyébként a legfőbb oka, az egyik legfőbb kiváltó oka az, hogy félünk a haláltól, érted? Tehát egyszerűen az az ember viszont, aki keresi azokat a dolgokat, amik tovább mutatnak azoknál, amiket itt látunk. Tehát az ember, aki keresi az igazságot, az automatikusan egy idő után már nem tud félni a haláltól. Tehát tényleg jön az érzés, és nem, engem is megcsapott őszintén, tényleg ezt éreztem a valóságban is, hogy egyszerűen nem tud riasztani a halál. Nem tud félelmet kelteni, generálni a halál, mert érzem azt, hogy igazából az lenne a cél, úgy igazából. Tehát érzem azt, hogy az lenne az a bizonyos pont, az a bizonyos kapu, ahol kilépünk a hiába valóságból. Érdekes, tehát tényleg nagyon érdekes. És ez csak az, ugye nyilván azt fogja érezni, aki nem ragadkodik a hiába valósághoz. Ez durván érdekes, mert figyelj meg, azt mondja az a cigány, hogy ne riasszon a halál, mert nem kerülheted el. És úgy hirtelen megfordul az a fejembe ez a gondolat, hogy vajon, hogyha a halál engemet nem riasztana, nem épp azzal kerülni el a halált? Hát Jézus szerint épp azzal kerüljük el a halált, hogy nem riaszt minket a halál. De szinte megriaszt, hogy a félelem mentesség által elkerülhetném a halált. Holott nem akarom elkerülni ezt a halált. Itt azt mondom, hogy meg kell tenni. Igen. Mert úgy igazából figyelj, hogy miért van halál. Múltkor azt hiszem, hogy beszélgettünk is erről, hogy az ember annyira fanatikusan megszállottja a hiába valóságnak, a hiúságnak, a kevésségnek, a rész imádatának, hogyha nem öregedne meg, és nem lenne beteg, akkor a lelke nem menekülhetne meg. Most képzeld el, hogy az embernek a butasága mellé
örökkére társulna. Hát Isten ments attól. De viszont, hogyha az ember a butaságot nem szeretni ennyire, vagy a lehorgonyzást nem szeretni ennyire, vagy a részt nem szeretni ennyire, hanem teljességre vágyna, meg sem tudna halni. Miért mondja az evangélium azt, hogy Isten elfordította a tekintetét Jézustól? Hát azért, mert másképp nem tudott volna meghalni. Hát hogyan halt volna ő meg másképp? Nem volt benne bűn, nem volt meg benne a tévegésnek a magva. Tehát neki semmi oka nem lett volna arra, hogy akár megöregedjen, vagy tönkre menjen, megbetegedjen, vagy meghaljon. Tehát Isten el kellett forduljon tőle, hogy meg tudjon halni, és később meg tudjon dicsőülni. Igen. Tehát, hogyha a halálnak a gondolata, a halálnak a sémái, ha nincsenek bennem, hanem az út van bennem, a dekkolás helyett, a parkolás helyett, a kempingezés helyett, hogyha az út van bennem, az útnak a szerelme van bennem, hogyan tudnék én meghalni most őszintén, hogyha az útra lettünk teremtve? Igen, így van. Hát, és tulajdonképpen a halál az... Én azt látom egyre jobban, hogy tényleg az van, hogy amikor úton vagyok, amikor tényleg benne vagyok, tehát rajta vagyok az úton, és benne vagyok Isten kegyelmében, akkor a halál az majd, hogy nem azt tudnám mondani, sőt, nem is majd, hogy nem azt tudnám mondani, hogy valamelyest kívánatos. De csak azért kívánatos, és ezt úgy értem én, hogy kívánatos, hogy tényleg érzem azt, hogy tehát annak, aki az úton van, annak a halál az egy jutalom lesz. Egy jutalom, hogy végre kilép, hát innen úgymond. Átléphet abban, amiben addig is úgymond benne élt, tehát abban az örökké valóságban, abban az örökös értelemben. Tehát úgymond abban, amiben az életben, amiben ő benne élt, már itt a Földön, annak ellenére, hogy minden, ami körülöttünk van, az gyakorlatilag maga a halál. De függetlenül ettől, aki benne él az életben, az a halállal nem nagyon tud máshova átlépni, mint oda, ahol már eddig is volt. Na de most a másik oldalon viszont, aki most benne él ebben a halálban, ami itt van, mert minden, ami itt van, az maga a halál gyakorlatilag, amit az ember alkotott. Tehát aki ebben él benne, már most, az mit tud várni akkor, amikor miután meghal? Mibe fog ő átlépni, hanem abba, amiben most is benne él? Ezért van az, hogy a legtöbb ember az tényleg fél is riad a haláltól, és kapálózik, hogy ne történjen meg. Persze, hogy kapálózik. Azért, mert érzi, hogy az a halál, az a hiába valóság, amiben eddig hitt, amit ő próbált leplezni, próbálta elhitetni magával, hogy de az nem az, az nem hiába valóság, mert itt igenis harcolni kell az értelmetlenségért, a hülyeségért, és a fizikaiakért. Tehát, hogy elhitette magával az ember, hogy az nem hiába való, és amikor viszont konfrontálódnia kell azzal a ténnyel, azzal a valósággal, hogy de igenis hiába való, és most egy olyan valóságban kell átlépnem, egy olyan valóságban kell átlépnem, ahol ez örökössé fog válni, örökös hiába valóságá, akkor már, amikor őszintének kell lenni, és ezt meg kell látni, akkor már általában úgy vagyunk vele, hogy nem akarjuk ezt. Tehát ezért van az, hogy én azt látom egyre jobban, hogy mert tényleg az igazság, hogy van, aki tényleg úgy megy bele a halálba, hogy nem kapálózik egyáltalán. És van, aki meg tényleg küzdelene. Sőt, ez így van. Hogy több helyen jelen van az evangéliumban is, hogy az igazság ismerői Istennek a gyermekei várták a halált. Tehát Jézus az első azt mondta, hogy még meddig kell köztetek lenne, óti hitetlen nemzedék. Pál azt mondja, hogy ő is már unta az egész dolgot, mert azt mondja, hogy még meddig kell az elemi tanításokat újból átrágni. Tehát még mikor térhetünk át az igazira. És ugye Pál milyen szépen ír arról, hogy hát a hit nemes harca. Hát csak meg azt is keresem, azt a rész nagyon szép. Azt mondja, hogy a hitet megtartottam. Fú, milyen szép az a részt. Szóval elolvastam már, hogy rengetegszer. De közben olvasom azt, hogy mit mondott Károly Gáspár. Azt mondja, csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam. Kész vagyok meghalni és Krisztushoz költözni. És ahogy kiadták a Bibliát Vizsolyban, rá egy évre
591-ben talán meghalt Károly Gáspár. Tehát ő nem is akart tovább élni. Ő tudta, hogy az az ő küldetés, hogy ezt szépen megcsinálja, ezt a fordítást, ő azzal szépen ment haza. És amit mondott Pál, ezt keresem. Igen, annyira szép a Timóteushoz írt második levél, amikor is azt mondja, hogy amikor írja a Timóteusnak, hogy álljon elő az igazsággal, az igével, alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják a fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselek, szolgálatodat teljesen betöltsd, és most az, amikor ő tudja, hogy neki már lejárt a ületése, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát milyen szépen megírja, tehát milyen szépen felkészül arra, ami be kell következzen. És ugye, mint tudjuk, ő nem félt a haláltól, nem félt attól, most le fogják itt fejezni, nem ugyanúgy, mint Péter vagy István, bátran vállalta átelé. Na hát, ők rajta voltak az úton. És azért ez egy ilyen állapot, tehát azért mindenki láthatja, hogy azért így elmenni, egy ilyen állapotban elmenni, ebből az életből, hogy ezt valaki így tudja lezárni, és azt mondja, hogy tényleg a futásomat befejeztem, és tudja azt, hogy el van neki téve az élet koronája bizonyossággal. Tehát azért, ha belegondolunk, azért mennyivel jobb az, hogy egy ilyen halált várok én, mint hogyha továbbra is az van, hogy nem akarom, és kapálózok ellene. Tehát valójában azért kapálózunk a halál ellen, mert nem tettük meg, amit az életünkbe, amire meg lettünk teremtve. Pontosan. Ilyen értelemben a félelem is jó irányítő az embernek, mert azt jelzi, hogy ő nem végezte be, amit be kellett volna végezzem. Félelem is tulajdonképpen ilyen szempontból a barátunk nekünk, hogyha van félelem, a haláltól való félelem, egyértelműen azt jelzi, hogy a mi életünk nem teljes. A lelkünk felkészületlen. Nincs elég olaj a lámpánkban. Nem vagyunk még világosság. Nem teltünk az igazsággal. Igen. Pontosan. Tehát ilyen értelemben tényleg a félelem az jó. Nincs értelme a félelem. Abszolút. Sőt, látom azt a Facebookon, a világhálón, hogy az emberek ilyen babonásan, úgymond ilyen hadat üzennek a félelemnek, mint hogyha az teljesen ok nélkül volna. Én tudom, hogy a lelkismeretünk megvan, hogy mondjam, fel van törve, megvan hekkel, el van torzítva. Tehát van ilyen ok nélküli félelem is, amit így mesterségesen belénk ültetnek. De viszont az biztos, hogy van egy egészséges félelem, ami jelzi az embernek azt, hogy barátocskám, te még nem vagy készen, úgyhogy kapd össze magad, valamit kezdjél magaddal, mert a lelkedet, hogy mondjam, felkészületlenül fogja érni a számonkérés, mint ahogy mondja Jézus, ugye úgy fog jönni a számonkérés legtöbb emberének az életében, mint a tolvaj az éjszakában, amikor az ember nem számít rá. Tehát ilyen szempontból a félelem nagyon jó irányadó, csak látod, mi történik a világban? Hogy amikor az egészséges félelem megjelenhetne az embernek az életében, jön helyette egy ilyen olcsó vigasz a Facebookról, vagy egy ilyen instant párkapcsolat valami, vagy bármilyen olcsó vigasz, ugye, ami az embernek a figyelmét eltereli a félelemről, az egészséges félelemről, ami jelezni az ő lelke számára, hogy hiányos, éhezik az ő lelke. És akkor betölti a félelemet egy ilyen álbiztonságot, biztosításokkal például, vagy ilyen pénz mammon általi biztonsággal. Igen, vagy egyfajta részegséggel, ugye, vagy egyfajta olyan önlerészegítéssel, amit ugye már egyre könnyebb, tehát ez most nem csak a részegségre értem, mint alkohol,
hanem bármire, bármilyen az életnek, bármilyen olyan, olyan örömére, amely arra szolgál, hogy az, ember, az emberek figyelmét elterelje a lelkük dolgáról tulajdonképpen. Tehát ezért is épült föl úgymond ez a világ, és ezért van, ezért épül egyre jobban arra, abba az irányba ez a világ, hogy minél könnyebb legyen az örömszerzés, az átmeneti örömök szerzése, ahogy mondtad. Azért megy ebbe az irányba a világ, hogy minél könnyebb legyen az átmeneti örömszerzés, hogy ezáltal minél jobban az Istentől megfosztott ember minél jobban el tudja terelni a saját figyelmét arról, hogy ő Istentől megfosztott tulajdonképpen. Ezért van ez az óriási nagy hangsúly ugye a szórakoztató iparon, a megfélemlítés iparon, ugye, ugye a média, amit csinál ugye folyamatosan. Mindegy, hogy megfélemlítés által, vagy úgymond jutalomfalat által, kis örömök által, a lényeg az az, hogy az embereknek a figyelme legyen terelve. És itt jön képbe az, hogy ezért nagyon-nagyon veszélyes egy ilyen időben élni, ahol tényleg egy ilyen pszichológiai hadviselés folyik az emberi lélek ellen szó szerint. Van egy videó, az a neve, egy pszichológiai világháború, nem néztem még meg, de annyira a címe úgy mindent elárul, hogy meg fogom nézni, de nagyjából értem, miről szól. Tehát tényleg ezért megy ez a pszichológia, hogy az embereknek a figyelmét, a mi figyelmünket eltereljük arról az egyszerű tényről, hogy nem ott vagyunk, és nem azt tesszük és csináljuk, amit kéne. Ennek ugyan alkalmas módon teszi ezt a világ, mert hogy igazából még azt is képes ejtetni az emberre, hogy ők szabadok. Érted-e? Hát persze szabad, amikor ugye van egészség, mert azt is megvesszük lenkei vitaminokkal, feltuningoljuk. Van pénz, van szórakozás, tehát van biztonság, és az ember nem tudja, hogy ő valójában félelemben van, mert nincs neki semmi oka, hogy arra gondolja, hogy ő félhet. Hogy is félhetne ebben az állbiztonságban, ugye? A golyóálló betontömbökben tele van pénzzel, kényelemmel, tehát nem tud szembesülni azzal, hogy valójában nem az van az ő életében, amit ő lát kívülről. És arra gondoltam itt közben, hogy itt megint ugye a bőjtnek a fontossága bejön a képbe. Ugyanis a bőjt képes megmutatni azt, hogy mi van az emberben, amikor kihúztam a dugaszból mindent, bekikapcsoltam a laptopot, a telefont, meg mindent, és 2 vagy 3 napig csendben ül. Na, abban a helyben előjön minden. Minden nyomorúságom, minden félelmem mellesleg, ami jelzi számomra, hogy az én lelkem teljes mértékben felkészületlen. Figyelj meg te, hogy Tibor mit küldött nekem WhatsAppon, ezt muszáj felolvassam neked. Annyira erős, hogy hihetetlen. Annyira... Egy kicsit törődezik a hangod, annyi, hogy nem tudom, talán próbáld meg, hogy valahogy máshova menni, más pozícióba tenni a telefon, mert kicsit törődezik, és látom, hogy nálad rosszabb. Jelen nincsen baj, szerintem az a probléma, hogy telefon fel van melegedve. Öreg telefon. Jó, meg én is a VPN-t kikapcsolom, és akkor az gyorsabb lesz egy kicsit nekem is, hogy akkor ne. Az a címe az írásának, ma reggel írta, ha jól tudom, hogy elindult a vőlegény, hogy kikírja a mennyasszonyt. Ami előtt elindult volna a vőlegény, hogy kikírja a mennyasszonyt, ő fáradhatatlanul udvarolt neki. Én ismerem a vőlegényt személyesen, és tanúsítom, hogy nekem a barátom, és tudom róla, hogy ő hűséges, útjai egyenesek, ő maga a kőszikla, és tettei tökéletesek. Nem csalárt, hanem igaz ő. De kiderült a mennyasszonyról, hogy csalárt, hogy egy vallásos fanatikus őrült, képmutató, tettei hamisak. Nem is érdekli őt a vőlegény, csak a hasznot látja benne, a gazdagságot. Igazából nem is szereti a vőlegényt, képmutató lett a mennyasszony. Önző és hitetlen, nem hisz már az igazi személyes szerelemben. Csak megjátsza a világnak, hogy szereti a vőlegényt, mivel ő már jobban kedvez a világnak. Képmutatásában képes volt nagy kőépületeket építeni, szobrokat faragtatni, képeket festetni, rockkoncerteket tartani,
és bódító fényeket alkalmazni, hogy elhitesse, hogy ő ismeri a vőlegényt. Így romlott meg, és nemzedékeket hitetett el. Arról a vőlegényről beszél, akit ő igazából nem is szeret már. Jobban megszerette a rock koncerteket, az épületet, a festményt, a szobrot, a képzelgését, képzelgéseit, akik röpködnek körülötte. Így lett paráznává, és paráznaságában összeházasodott a császárral, aki pénzt és hatalmat, földi hatalmat ígért neki, és ő készséggel elfogadta, mert már romlott volt az ő szíve. Így együtt a császárral kitaláltak, és alapítottak egy vallást, ami oly nagyra nőtt, hogy megengedhetik maguknak, hogy osztoznak a lelkeken, akiket aztán dobzódásukban vagy félelmükben meg is ölnek. De ahhoz, hogy fenntartsák a látszatot, olvasnak egy könyvet, ami azért iratott meg számukra, hogy ne felejtsék el azt, hogy ki a vőlegény, ha eltévednének. De ez sem volt elég, oly nagy volt ott a tévelgésük, hogy még a betűbe is beleszerettek. A vőlegény nevében szerveznek és tartanak meg mindent, fenyegetnek és nevelnek. Rendszereket építettek, amivel kordában tartják a lelkeket, és fenntartják a látszatot, hogy ők szeretnek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. A vőlegény máshol fogja tartani mennyegzőjét, és más mennyasszonyt keresett magának. Olyan mennyasszonyt keresett és talált magának, aki írástudatlan és szegény, aki az utca sarkon áll, és aki megutálta a képmutatást, a rendszeres gyülekezést és a hazugságot. Olyan mennyasszonyt, akinek bár ruhája mocskos és bőre sebhelyes, őszinte és igazából vágyik a tökéletes szerelemre. Az ilyen őszinte mennyasszonyt a vőlegény felruházza és felékesíti a mennyegző napjára. És lesz egy nap, amikor a mennyegző terem ajtaja bezáródik, és akkor még a balga szüzek is kint rekednek. Én, a vőlegény barátja, tanúsítom, hogy így kezdődik a mennyegző. Ez a Tibor általi írás. Hát ez egyébként nagyon-nagyon szép. Csinálni, mert ez annyira lélekből van, tehát annyira kimondja a lényeget, hogy ezt nem is lehetne jobban tényleg. Hát ez van, tehát tényleg kérdetlen, mekkora megtiszteltetésben van részünk ugye azáltal, hogy az élet úgymond ránk ragyogott mindannyiunkra, és egyszerűen annyit kell tennünk, hogy hát tulajdonképpen semmit nem kell tennünk. Tehát vagy jön szívbe, hogy teszünk valamit, vagy jön szívbe, hogy keressük azt, vagy ha nem jön, akkor jobb, hogyha az ember nem erőködik, de tényleg az van, hogy aki keresi. Tényleg ilyen szívbe megírta, hogy a asszony nem csinál mást, csupán vágyik, tehát őszinte megutálta a képmutatást, amely asszony, tehát hogy más nem csinált, meggyűlölte a saját tulajdon életét, ugye. Megutálta a képmutatást, és vágyik az őszinte szerelemre. És azt mondja, hogy a vőlegény fogja őt feltöztetni, bekötözni a sebeit, ugye, és felékesíteni őt a mennyegzőre. A vőlegény maga teszi ezt a mennyasszonyával. Milyen szépen meg van fogalmazva. Igen. Igen, tehát neki nem kell erőlködnie, és érdekes, hogy az erőlködés ez pont a vallást jellemzi legtöbb esetben. Annyira kell erőlködni, mutassuk, hogy mi hozzá tartozunk, de csak azért kell erőlködni, mert és bizonygatni, hogy mi oda tartozunk, mert valójában tudjuk jól, hogy nem oda tartozunk, és ezért van szükség erre a színjátékra. Tulajdonképpen erről szól a vallás most is. De tényleg csak azt tudja meglátni őt, aki valóban az igazságot vágyja. És sokszor az olyan emberek vágyják az igazságot, akik már annyi igazságtalanságért, mert annyi igazságtalanságot láttak, hogy ebből kifolyólag egyszerűen elkezdik keresni. De az biztos, hogy
valaki vagy keresi, vagy nem. De hogy ezt erővel nem lehet, az teljesen biztos. Meg ilyen vallásos ceremóniákkal, meg szertartásokkal, meg házi szertartásokkal. De sokszor, amikor ilyenek vannak, hogy ilyen ima összejövetelek, meg egyebek, már tényleg ezt is meghallom már. Lehet, hogy ez így nem helyes, de tényleg már úgy vagyok vele, hogy tényleg a szőr a hátamon feláll, meg az is, ami nincs. Mert tényleg, akkor érzem azt, hogy ennyire kell erőltetni ezt a Jézus témát, akkor már csak azért kell erőltetni ennyire, mert tudjuk, hogy ott nincsen jelen. És ugyanakkor viszont vannak tényleg olyan emberek, akik nem is tudják Jézus nevét, vagy ha tudják, akkor sem emlegetik. De mégis benne élnek az ő igazságába, az ő jellemébe, és annyira látszik rajtuk, annyira sugárzik belőlük ki, hogy csak a vak nem látja, hogy ők valójában benne járnak. És a vak az általában pontosan az, aki azt hiszi, hogy ő benne jár, de valójában nem jár benne. Tehát amikor én ezen túlmentem például, hogy ezen a képmutatáson, hogy megértettem, hogy nem mindenki, aki Jézus nevében beszél, az nem mindenki van Jézusban, és nem mindenki, aki nem Jézus nevében beszél. Nem mindenki, aki nem Jézus nevében beszél, az távol van tőle. Vagy úgy akarom mondani, hogy nem mindenki van távol tőle, aki nem az ő nevében beszél. És amikor ezt megértettem, akkor ez annyira felszabadító volt, mert láttam azt, hogy mekkora képmutatásban éltem én is benne. Sok ideig. Én is beszippantottam valamilyen szinten. És ezt lerakta, olyan jó érzés volt. De ehhez kell az, hogy én nem akarok ragaszkodni maga megójához, hanem lerakom, nem érdekel, tévedtem, bevallom, ez van, és nem érdekel. Kit érdekel, hogy te mit gondolsz rólam, hogy én tévedtem, engem az érdekel, hogy én meglássam a mennyek országát, és ha ez nincs benne valakiben, ez a fajta motiváció vagy mentalitás, akkor lehetetlen, hogy meglássa. Csak azt hiszem hozzá, hogy mondasz, hogy a név, erről egy külön videót készültem csinálni napokban, hogy az, hogy valaki nem használja az ő nevét, vagy nem vallja meg az ő nevét, az nem azt jelenti, hogy nem ismételgeti az ő nevét, hanem azt jelenti, hogy nem cselekszik úgy, ahogy ő mutatta. Tehát itt van egy ilyen félreértés szerintem, amikor azt mondják, hogy a názáreti Jézusnak a hatalmas nevébe, ugye, egy ilyen mantra, szinte egyfajta ilyen varázslás, hogy a Betlennek a hatalmas nevében például. Itt valójában itt arról van szó, hogy amikor a nevét emlegetjük, vagy kéne emlegesse az ember, hogy az a tartalom, ami fűződik a nevéhez, tehát az, hogy az ő nevében cselekszem, vagy mondok valamit, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy használom az ő nevét, ismételgetem, ilyen mantraszerűen, hanem azt jelenti, hogy abban a lelkületben vagyok, amit ő nekem megmutat. A tartalom ott van bennem. Én benne vagyok abban a tartalomban. Ez az, hogy az ő nevében. Nem pedig az, hogy én elmondom egy mondatban 20-szor az ő nevét. Igen, igen. Ez. Igen, érdekes ez is, mert ez is egy olyan dolog, sok dolog közül egyébként, sok példa közül egy példa csak, ami megint csak egy olyan hamis, egy olyan félreértés, amelyre az apostolok levelei adtak okot. És egyébként Jézus ezt nagyon egyszerűen elmondta és tisztázta, hogy ez nem így van. Ugye amikor azt mondja Jézus, hogy sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy Uram, a te nevedben tettünk csodákat, stb. Te nevedben prédikáltunk, stb. Meg még gyógyítottunk, és ugye azt is írja, hogyha minden igaz. Tehát a lényeg az, hogy azt mondja Jézus, hogy ő azt fogja ezeknek mondani, hogy menjetek el tőlem, mert soha nem ismertelek titeket. Hát azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket, tehát soha nem ismerte őket, de azért nem, mert ők sem ismerték őt. Tehát igazából nem akarták őt megismerni. És ha nem akarom őt megismerni, akkor ő sem fog engem ismerni. Ilyen egyszerű. Nem akarom ismerni, akkor ő is fog engem ismerni. Viszont... Persze, szép azt néztem. Bocsánat. Ja, igen, abszolút. Azt akartam csak mondani ezzel az egésszel, hogy tehát Jézus ezt elmondta, hogy hiába fognak az ő nevében beszélni, meg ott mentegetőzni, nem fog működni. Viszont ugye, ha jól tudom, János apostol viszont leírja azt, hogy de mindenki, aki az Úrnak mondja Jézust, az őtőle van. Tehát egy kicsit így félreérthetőbben fogalmaz, mint maga Jézus, igen. Mert,
mert, és több ilyen is van egyébként, tehát azt hiszem, hogy Pál is ír egy ilyet, vagy mond egy ilyet. És ezek már ilyen embert látszik, az kettő között, hogy azért van egy olyan megfogalmazás, ami az a megfogalmazás volt, amit Jézus az atyától hallott konkrétan, tehát ő azt mondta, hogy csak azt mondom el, amit hallok odaföntről, ugye az atyámtól, és van az a megfogalmazás, ami már kicsit bele van, tehát kicsit már emberi, már bele van véve ez az emberi megfogalmazás is. Ugye ez a Jánosra is, meg az összes többi apostolra is ugyanúgy jellemző volt, ugyanúgy, mint ránk például. Tehát mi is így beszélünk, de ugye az történt, hogy ezeket felhasználva, ezeket az igeverseket, ugye a mai modern kereszténység, ugye erre hivatkozva, ugye elhiteti az emberekkel, hogy tényleg mindenki, aki Jézus nevét mondja, meg Jézust úrnak vallja, az ő tőle van, és akkor az ilyen Beni Hinnek, meg az összes többi, ugye ott a színpadon, mint a színészek, ugye Jézus nevében, meg a Jézus Krisztus az Úr, meg a názáreti Jézus Krisztus, meg minden, és akkor mindenféle ilyen csodákat feltételezhető, vagy egy ilyen feltételes csodákat művelnek, ugye amik valójában nem igaziak, tudjuk jól, de elhitetik az emberekkel. Mivel ugye hát Jézus nevében van, tehát ez a lényeg az egésznek, hogy itt a megtévesztés. De ebből is látszik, hogy aki magát a mestert keresi, aki ráhallgat, aki őt követi, és később egyé is válik vele az ő útjában, nem csak követi őt, az meg fogja kapni az igazságot, ingyen, mint kijelentés. És nem kell neki, hogy emberekre hagyatkozzon. Tehát én tényleg volt olyan egyébként, hogy volt, akiről tudtam, hogy csak azért hallgat engem meg, tehát, hogy tudtam, hogy bele van betegedve ebbe a bólogató kutya üzemmódba, és tudtam azt, hogy bármi, amit mondok, arra bólogatni fog. És én, hát, leteszteltem az igazság egyszer, hogy mondtam egy olyan hülyeséget direkt, amit úgy adtam elő, mintha az a világ legnagyobb igazsága lenne. És azt mondta, hogy ja, igen, igen, tényleg. És akkor azt mondta, aha, látod? Ez a baj. Ez a baj, hogy bármilyen hülyeséget elmondhatok neked, azt fogod neki mondani, hogy igen, 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 igen. Mert valójában te nem megkapni akarod ezt az igazságot, hanem csak meghallani tőlem, és aztán rábólogatni. És ha meg jön valaki más, aki meg majd jobban, mit tudom én, jobb beszédkészséggel rendelkezik, vagy jobban tud magyarázni, mint én, akkor az el fog téged tántorítani az igazságtól. Ilyen egyszerű.